Sziasztok! Köszöntök innen mindenkit Kézbóról. És akkor most ezt a vasútállomást fogom nektek bemutatni. Mi mindig a 120-as vonal mentén vagyunk. A Budapest-Szolnok-Mezőtúl Gyoma, Békésebb a Lőkösháza vonal. És mint látjátok, akkor mindjárt itt vagyunk a vasútállomásnál. Mutatom is nektek. A felújítás óta, ugye 2005 és 2007 között történt ezen a szakaszon, ja, ez az átjáró is megújult, majd akkor belőle a régi képet, amikor még van, amikor egy-egy fénysorompó volt mindkét oldalon, sorompó nélkül, azóta ugye dupla fénysorompó, dupla sorompóval, és külön gyalogos és kerékpáros átvezetés, saját sorompóval, és megépült az új peron. És ilyen felújítás előtt itt csak egy vágány volt, hát ha jól emlékszem, akkor a vágány az ez volt, ami megmaradt, vagy ja nem, ez volt az, és itt a másik helyén csak földút volt. És ez pedig itt egy vonal jelentő hely volt. Ez volt most is az, mert egyébként egy forgalmi kitérő is épült ide. Ezt arra fele látjátok, ha nem tudom, akarok akkor zoomolni. Ez egy ilyen nyílt vonali, egyszerű kitérő épült. Valószínűleg ebből az épületből vezérelnek itt. Tehát itt régen egy egyszerű kis térközöl hely volt régebben, meg sorompókezelő lehetett, aztán utána már semmi nem volt itt. Csak egy egyszerű, ja, itt volt egy megállóhely, és akkor itt az épület itt volt, nagyon nagy állapotban. És a marrébb meg egy ilyen, hát egy ilyen nagyon minimalista peron, és ennyi volt az összes várakozóhely. És egyébként, hogy megnézitek, tehát ennyi. Ezt így felújították, tehát szerintem itt még lehet, hogy a szolgálat is van. Vagy lehet, hogy állandóan és onnan kezelik a nyílt vonali kitérőt. Már szerintem az ugye, az központ is, de mondjuk benézve ott látok benne telefont is például. Tehát ez lehet, hogy ezt időnként megnyitják. Meg hát épült zalvédőfal a falu fele. Ennyi az, ami történt. Hát ugye a szokásos állomások itt, és hogy van egy információkérő kisfül, ahol gondolom bemondják a menetrendet. Megépül, csak már eléggé kifakult a naptól, de ez a két ugye fedett perontető ott azon a részén, meg az esőbe álló, és gyakorlatilag ennyi. Hát, és hát mindjárt megnézzük, hogy van-e itt valaki. Ja, hát nem, hát itt ennyire, hogyha belátok, akkor körülbelül így néz ki. Hát ez ennyi maradt. Hát itt a töltés tövében volt régen a vadvirágsöröző, de szerintem már az se üzemel. Itt van egy pályatelefon. Mondom, ez még a régebben, mert itt még volt egy térközölhely, meg egy sorompóörtel, de akkor is megállóhely volt. Mondom, hogy Csugartól Tiszatenyőig egyvágányú volt a pálya. Sőt, igazából amikor megépült ez a vonal, akkor Szajoltól Békéscsabáig egyvágányú volt. Békéscsabától Lőkösházaig, vagy hát ugye adatig épült meg a második vágány. Az első világháború után felszedték Békéscsabát, amikor a 30-as években, amikor be kellett építeni máshova a vágányt, akkor azt felszedték, és később kezdték el a második vágányt építeni Szajoltól Békéscsabáig, ami véglegesen csak olyan 2015 környékén épült meg. Ugye először elkezdték még a második világháború alatt a Tiszatenyőig, az meg is épült. Aztán utána a Mezőtúrtól kiindulva elkezdték, de csak egy állomás közé jutottak, megépült Sugadig, megépült Nagylaposig, ez amikor a 80-as éve történt. És akkor elkezdték Gyomától is kiépíteni. De akkor hát a Csárdaszállástól meg azt hiszem első körben csak Csárdaszállásig épült meg, második körben meg Mudanyig. Illetve ott már úgy épült, hogy a régi vágány mellé lefektették az újat. Aztán 1992 környékén megépült Békéscsabáig is az új vágány, viszont a régit azt a szomnások ezt kizárták a forgalomból, nem használták. Mert a Békéscsabai biztosító berendezésben nem kötötték be, hogy két vágány legyen, és akkor nem kapott felújítást, mert úgy voltak vele, hogy még egy pár év, aztán úgyis meg lesz. Hát az a pár év az 23 év lett. És akkor most azt hiszem 2015 óta körülbelül lehet két vágányon járni Békéscsaba fele is. Van érdemes, csak egy kis rövid történet. És hát mondom ennyi, hogy a fénysorompókat kicserélték ledesre, kapott sorompót mind a két átjánul. És ott, ja, az pedig a fénysorompónak a
bizbel szekrényem, ott mondhatni. És hát akkor ennyi lett volna ez a másik rövid vlog a kétpói megállóhelyről, vagy forgalmi kitérő bemutatásáról. Ugye ott nyílt van annál még egy olyan bő egy hét, kb. Egy kilométerre van maga a forgalmi kitérő, de hát addig most nem megyek el, meg ugye nem vezet arra, utasineken kéne menni, és hát igazából semmi értelme. Úgyhogy akkor ez a kis rövid vlog az ennyi lett volna, akkor köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok! Na és még azt nézzétek, milyen minőségi anyagból készült az állomás néptárba, teljesen kifakult így az évek alatt. Hát körülbelül egy ilyen 10-12 év alatt teljesen kifakította, annak már alig lehet elolvasni. Csak egy ilyen kis utószó a végére.